Na, Hali papi, mami. Kávé, kávé, kávé. Volt már nektek olyan, hogy valaki, akit mondjuk nem kell feltétlenül, hogy ismerjétek, de hogy szóval találkoztok valakivel, és így iszonyatosan hasonlít valakire. És így ezáltal ilyen baromi unszimpatikus lesz hirtelen, tehát most nem azt a részét mondom, amikor szimpatikus valaki, hanem mit tudom én, hogy van egy ember, akit nem is kell, hogy ismerjétek, csak meg nem kinézetre, hanem mondjuk valami gesztikulálásra, vagy gesztikuláció, milyen jó az a szó. Szóval a nem tudom, a mozdulatai, vagy bármi, ami így iszonyatosan hasonlít valakire, akit te mondjuk így nem bírsz, vagy baromi unszimpatikus, és én milyen rohadt előítélettel tudsz lenni egy pillanat alatt, nem, hogy úristen, arra a köcsögre, ez arra a köcsögre hasonlít. És így lehet, hogy tök normális az ember, mert mit tudom, és hogy egyszerűen így már utálod így az egész karaktert, ami ő pedig, hogy egy tök másik ember, hogy annyira erős tud lenni ez a fajta érzés, amikor így valakivel így, valakit így valakihez hasonlítasz, nem? És ez olyan szar, hogy nem is tudom, honnan jutott ez most eszembe, mert az egyik nap, nem szerintem valami vlogot néztem, vagy valakinek a vlogját, egy új vlogot, vagy valamit, és hogy ott így a hangja, ilyen a hang lejtése iszonyatosan hasonlított egy ilyen emberhez, aki ilyen baromi unszimpatikus nekem. És hogy azonnal így, nem is bírom hallgatni, annyira hasonlít az a gyökérhez a hangja. És közben ezen gondolkodtam, hogy ez milyen szar előítélet, mert hogy így egyébként meg lett egy tök normális ember, meg egy tök más gondolkodású, meg semmi köze a kettőnek egymáshoz. De hogy olyan gyorsan tudsz így azonosulni, vagy azonosítani egy ilyen idegen embert egy másikhoz, hogy ez hihetetlen. És egyébként ez milyen szar, hogyha belegondolsz, hogy fordítva is, hogy neked is van ilyen mondjuk, hogy valakire hasonlítasz, vagy csak tök mindegy, valami hülye mozdulatod van, vagy teljesen mindegy, bármi, egy pillanatig is emlékezteted azt az embert, aki tök nem bír egy másikat, vagy unszimpatikus valaki, vagy megbántották, valami, nem tudom, valami sérelme van ezzel az emberrel kapcsolatosan, és akkor te meg jössz, és mondjuk, hogy nem tudom, ugyanúgy csinálsz, vagy ugyanolyan mozdulataid vannak, vagy olyan hanglejtéssel beszélsz, és akkor nézd, így mondod neki, és az meg így, úristen, ez ugyanolyan, mint az a gyökér. Biztos nektek is volt, majd találkozatok valakivel, és akkor mondta egy csajsz, hogy ugye a barátnőjének, hogy úristen, hogy hasonlít a izére, nem a Józsira, vagy a izére, és akkor így nem is mondják el, hogy miért, és akkor miért hasonlítok, így megkérdezed, és akkor mindegy. Hát biztos, hogy akkor valamilyen negatív dologban hasonlítasz, pedig itt ugye nem ilyen negatív dolgokról beszélek, tehát nem arról beszélek, hogyha van egy ismerősöd, aki mondjuk így tök gyökér, és te ugyanúgy viselkedsz, tehát nem erről beszélek, mert van, hogy na, ez ugyanolyan szemétláda, mint a nem tudom ki, hanem csak egyszerűen tehát nem ugyanúgy bántó vagy, mint a másik ember, akire emlékezteted az illetőt, vagy illetve itt is ugye ez volt pont, hogy egyáltalán nem mondott semmi bántót ez az ember az interneten, illetve a vlogjában, csak a maga a hanglejtése, nem tudom, ez a hangtípus, mely picit nevetés, így úristen, amikor így már futkos álltad a hideg, Jézusom, ez ugyanolyan, mint az a gyökér ember. Ez annyira szar lehet egyébként, hogy az életben is olyan baromi sok ilyen szituáció van, amikor... Szóval a hülyék a szituációk nagyon sokszor, és így nagyon gyorsan leírhatsz egy csomó embert, meg szerintem téged is, engem is, így mindenkit így sokszor leírtak már ilyen szituba, hogy biztos volt nektek is olyan, hogy mondjuk tényleg valami csajszínál akartál bevágódni, és egyszerűen hülyén viselkedtél, és ilyen nem is hülyén viselkedtél, szarul jöttek ki a dolgok. És akkor tök gyorsan leírhat mondjuk az a lányos, hogy úristen, ez a pasi, ez teljesen hülye, hát ez olyan béna, olyan ízlés, aztán így tényleg találkozhattok más
szituációban, és akkor tök jó az egész. De hát fordítva is, hogy azt mondta, hogy úristen, ez a nő, ez szörnyű, és lehet, hogy csak úgy, úgy rosszul jöttek ki neki a dolgok éppen. Szóval szerintem van ilyen egyébként, amikor magad kevered ilyen hülye helyzetekbe, vagy akármi. Na de ezzel kapcsolatosan meg engem roppant mód idegesít, hogy hogy lehetne így kigyilkolni magából az embernek ezt a fajta ilyen előítéletet, amikor így hal valakit, vagy lát, és így nem tudom, elég, ha tényleg egy nőnek is így hátra rakja a haját, csak mondjuk így két kézzel valami, és úristen, hát ez ugyanolyan mozdulat volt, mint annak a buta libának a vizét, akárki, a bla bla bla, akit ki nem állhatok, akit rosszul vagyok, és már így nem tetsz róla, egyszerűen egy ilyen hülye gesztus miatt már úgy vagy vele, hogy így jó, úristen, ez ugyanaz. És hogy közben nem, hát hogy lenne már ugyanaz, hát semmi köze a kettőnek egymáshoz. Tök véletlenek egybeesés lehet, hogy nem tudom, mondjuk én is hasonlóan öltözködöm mondjuk, mint egy, vagy van egy ugyanolyan kabátom, már az is lehet, hogy találkozom valakivel, és na, úristen, már ugyanilyen kabátja van, mindig jön abba a kabátba az a ősgyökér barom, és egyből már azt nézi rajtam is, hogy valahogy úgy azonosít ezzel a karakterrel. Jön le a kis kávécska. Most ugye nem koffein menteset iszom. Ugye reggel mindig iszok egy rendes koffeineset most már. Bocsánat, hogyha nagyon hangos vagy kivágom, de akkor azt hiszem, hogy ne vágjam. Pont, hogy ettől lesz ilyen. Jó, szeretem ezeket kivágni, hogy én fölöslegesen kotyog. De tudjátok, mit benne vagyom, hogy élvezzétek a hangját. Ha ettől lesz életű, akkor ettől lesz gyerekek. Nekem könnyebb a dolgok. Szerintem ez pont a vége volt. De amúgy, ha egy nagyon belebakizok, azt úgyis mindig kiszoktam vágni, hogy ne nyom, amit megkapom. Ezért én is szoktam ugyanúgy bakizni, meg barom idegest, amikor nem jut eszedbe egy szó egyébként. Ezt nem tudom, biztos nektek is sokszor van, de hogyha egy vlogol az ember, akkor nagyon sűrűn belakadsz egy ilyen... Beszélsz, és így tényleg így elmegy a gondolat, hogy nem tudom. Na, nézzük, miért főztem. Egyébként meg már rég volt ilyen vlog, azon gondolkodtam pont, ahol így témázok, és pont eszembe jutott ez a fajta ilyen, nem is tudom, nem is előítéletnek hívjon, minek hívjon, miért azonosítasz valakit valakivel. Ez olyan, ez egy tök szar dolog egyébként. És nekem így nagyon sokszor volt már, és ez olyan szar, hogy így, valószínűleg az a megoldás, hogy ismerd meg azt, akit azonosítottál. Szóval attól függetlenül, hogyha így a hideg futkos a hátadon már tőle, de valószínűleg, hogy ezen így valahogy túl kell lépni gyorsan, és tudni kell, hogy ez baromság, hát ez nem ő, persze. Csak hogy ez ilyen, ez nagyon nehéz szerintem. Képzeljétek el egy állásinterjút, vagy bármit, ahova bemész, és aki interjúztat téged, ott ül, és így meglátja azt, hogy neked így áll a hajad, meg így vonod össze a szemöldököd, és őt azonnal azonosít a szomszédjával, aki évek óta rosszban van, és gyűlöli, de már legszívesebben ököllen ütné, és meglát téged, és körülbelül 15 másodperc alatt már el is buktál az interjút. Egyszerűen nem tudsz mit csinálni, hogy annyira rühel már most, hogy ez meglátott is, és így tökre szar, nagyon sokszor ugye hallom is, így mondják emberek, hogy az ilyenfajta embereket meg tudnám ütni, de mondjuk én is mondom, mert én meg a hülye emberektől vagyok készen, hogy az ilyen buta emberek, aki saját dolgát szajkózza csak, ugye ezt beszéltem is, hogy a hülyék miért hiszik, hogy okosak, hát így én is belefutok csomószor ebbe, és akkor valaki mondja a sajátját, mondja, és így semmilyen, egyáltalán nem tud így objektív maradni, tehát ettől rosszul vagyok, ugye, és én is ugyanígy például azt mondom, hogy az ilyenfajta embereket utálom, de mondjuk így
nem tudom, jó, de vannak igen szokások is, amire azt mondom, hogy hú, az ilyet azt úgy utálom. De érdekes, mert így kialakulhat ilyen is, hogy mondasz ért, hogy fú, de utálom az ilyeneket, aki ott így tényleg, tényleg nem csinál semmit, csak valami hülye mozdulata van egy csajnak, és úgy, de utálom az ilyen kényes picsák. A közben meg csak egy hülye mozdulat volt igazából, tényleg nem is egy tök normális nő, vagy egy tök rendes pali, egy tök értelmes, okos, értelmes ember. Szóval visszatérve még erre a dologra, amikor ugye valaki nem tud így objektív maradni valamiben, ettől tényleg rosszul vagyok. Szóval egyszerűen én nem tudom ezt felfogni, hogy miért kell ennyire egyoldalúan nézni dolgokat. Szóval mit tudom, én mondok egy példát, most valami foci csapatnak szurkolok, és akkor én ilyen fanatikus rajongó vagyok, és akkor így minden pillanatban ilyen nagyon elfogultan csak a foci csapat mellé állni, tehát nem tudom így normális szurkolóként nézni, hogy azt mondani, hogy tudom, az egyik tényleg ott fejbe rúgja a másikat tök szándékosan a pályán, és akkor megérdemelte, igen, nem is rúgta fejbe, nem is úgy volt, hanem azt mondom, hogy jó, hát ez most tényleg gáz volt, vagy valami. Vagy látom, ha a csapat tényleg rosszul játszik. Nem, akkor nem az ő hibájuk és akármi, hanem hogy így attól, mert szereti az ember mondjuk ezt a foci csapatot, attól még ugye a hibáit így nyugodtan láthatja, illetve nem kell mindenben egyetérteni, ami e körül történik. Tehát nem értem az ilyet, hogy ugye a szülőknél is van ez az iszonyatosan elfogultság, meg ez a majom szeretet, ugye erre mondják, hogy minden jó, amit a gyerek csinál. Hát most ez jó, ha minden jó. Nem, mert a kicsi fiam meg izé, és akkor felnő, és akkor már kurva anyázza a saját anyját, és akkor körbeáll a család, és az anyuka ott remek, hogy jó, de az én hibámat fölidegesítettük szegény gyereket. Hát most könyörgöm, hát nem ettől lesz az ember jó szülő, hogy mindent hagy neki, és ilyen elfogultan, hanem attól, ha az ember megnevel, és igenis, hogyha hibázott, meg hülye, akkor azért vagy az anyja, meg az apja, hogy elmond neki, hogy hülye voltál, nem? Szóval ez ugye megfigyelhető így az életben is nagyon-nagyon sok téren, hogy az emberek ennyire ilyen egyoldalúan mindig csak a saját dolgaikat nézik, és semmi más nem érdekli őket, és ilyen foggal, körömmel védenek valami dolgot, aminek vannak hibái, tehát mindennek vannak hibái. Nem állhatok 100% sem. 100%-ig semmi mögé, hogy döngetem a mellemet, hogy ez egy tökéletes dolog itt, ez egy sérthetetlen valami, és mögé bújok, és ordibálok onnan, hogy ez a legjobb akkor is, amikor mondjuk rávilágítanak az esetleges hibáira, akár egy rendszernek, akár egy, tehát teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, bármi lehet ez, ami mögé állt valaki teljes ilyen mellbedobással, és akkor azt tényleg foggal, körömmel így védi. Tehát attól nyilván, amikor tehát nyilván az ember mondjuk a saját gyermekét védi a legjobban, és hogyha hülye volt egy bizonyos szituációban baromira, vagy nem volt igaza, nyilván nem a nagy közönség előtt, vagy nyilvánosan fogja őt megalázni, és ott megmondani neki, hogy nincsen igaza, meg hülye vagy, ez egy dolog, hogy mellé áll, elrángatja onnan, viszont négy szem közt vagy otthon megmondja neki, hogy rohadtul nem volt igazad, és nagyon hülye voltál, és stb. Stb. Szóval szerintem a szeretteivel is az ember, ha igazán szeret valakit, akkor ezek benne vannak. És ugyanúgy, ha valamit vizsgálsz, vagy valamit szeretsz, attól még meg tudod azt ítélni, hogy ezzel kapcsolatos dolgokban vannak esetleg hiányosságok. Mert ha meg nem tudod, akkor mi értelme az egésznek? Akkor ugye ez a videósoknál is megfigyeltem, amikor valaki fanatikus rajongó egy videósra, és egyszerűen ő sérthetetlen. Tehát jó, hát mondjuk fiataloknál persze, most maradjon objektív egy fiatal, tehát most nyilván nem biztos, hogy tud, vagy nem is tudja egyáltalán ezt a fogalmat, hogy mi az, hogy vizsgáljuk meg több szempontból, meg attól, mert szeretek valakit, az ugyanúgy tud hibázni, meg nem mond mindig 100%-ig. Mondjuk lehet igazat, vagy nem is foglal normálisan állást abban a témában, illetve hát azért, mert szeretek valakit, nem kell mindig egyet érteni vele. Na, ez a lényeg. Úgyhogy én ezeket az embereket
Meg én tényleg ez a halálom. Tehát nekem ez a halálom. Na jól elkanyarodtam ettől az azonosítási problémától. Hát nekem, engem ez úgy idegesít egyébként, mert olyan rossz berögződés, olyan szar tud lenni. És tök nem akarom ezt, hogy így van valaki, aki így nagyon hasonlít így valakire, és akkor vagy ilyen milyen tök szar hasonlít valami volt a barátnődre, akivel itt tényleg nagyon rossz élményeid vannak már, vagy rosszul váltatok el, és akkor így nézed, és ezt az egy az egybe az. A mimikája, hogy beszél minden, és közben meg egy tök másik ember, egy tök más... Na, szóval én semmiképpen nem szeretném ezt, hogy így valakivel ilyen fajta előítéletem legyen, illetve hát így azonosítsak valakit, de így gyorsan tényleg meg kell, törekedni kell arra, hogy így megismerjed ezt a szemét, aztán úgyis rájössz, hogy persze semmi. Meg hát olyan is volt, hogy valakinek így mondtam már ezt, hogy úristen, amikor először így láttalak, hogy valami volt, hogy akkor teljesen ugyanolyan voltál, mint XY. Aztán persze közben, amikor megismered, akkor meg valahogy ezek az apró kis jelek, vagy hibák, vagy nem hibák, hülyeség, miért lenne hiba. Ezek az apró kis ilyen mozdulatok, vagy hanglejtés, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, az úgy valahogy eltűnik utána, érdekes ez is, hogy már akkor nem látod ezeket a külsőségeket, amikor megismersz valakit, és mondjuk így baromira bírod, meg tök jó lesztek, vagy valami, akkor ez szerintem csak egy elsőre van egyébként, hogy valakit meglátsz, és akkor utána egy hamar elillan talán ez, vagy hát a fene tudja. De esetre ilyen videós között is rengetegszer látok ilyet, hogy valaki így hasonlítani akar valakire. Hát az meg végképp gagyi. De ott meg már ilyen direkt dologról van szó, tehát ő szándékosan próbál meg úgy csinálni, vagy olyanokat mond, meg a videónak olyan a címe, meg tényleg nem ilyen hülye gyerekkópizásra gondolok, hogy most én kávézom, és akkor kírom, hogy a napi kávé, és akkor 45 ilyen videó van, most nem ő találta ki a kávézást, mindenki kávézik reggel, hanem mit tudom én, amikor valaki így próbál így hasonlítani valakihez, hát ezt azért már sokszor láttátok biztos, az is érdekes, és akkor így úgy próbál gesztikulálni, meg a hanglejtése is olyan, meg úgy próbálja, úgy biztos tetszik neki, amit csinál, meg az a stílus, és akkor úgy megpróbál ő is úgy beszélni, vagy úgy vlogolni, vagy... Szóval ilyen van nektek, srácok, lányok, fiúk, hogy valaki azonnal eszedbe jut egy emberről, vagy valakit, akit nem ismersz, akkor szerintem a megoldás az, hogy nagyon gyorsan így próbáld picit megismerni. Persze helyzetfüggő, mert lehet, hogy nem is kell megismerned egyáltalán, mert nincs rá szükség, de hát hogyha mondjuk ilyen helyzet van, akkor úgy szerintem azért érdemes így rávilágítani magad arra, hogy ez csak egy buta gesztus, vagy ez egy olyan dolog, aminek semminek semmi nincs semmihez köze. Na, papi mond.